Összeütközött egy teherautó és egy személyautó Kaba közelében a 4-es főút 193-as kilométerénél. Mindkét jármű árukba hajtott, közölte a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A püspökladányi hivatásos és a kabai önkéntes tűzoltók mellett a katasztrófa védelmi műveleti szolgálat is megérkezett a helyszínre. A tűzoltók átvizsgálták a járműveket és áramtalanították, a helyszínen dolgoztak a társhatóságok is. A Hajdú Bihar vármegyei rendőr tájékoztatása szerint a balesetben egy személy olyan súlyos sérülés szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A rendőrök teljes útlezárás mellett kezdték meg a baleset helyszínelését. A forgalmat nádudvar irányába terelték.